Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Új időszámítás kezdődött Bátaszék labdarúgásában. Átadták azt a műhüves pályát, mely egyszerre szolgálja majd a verseny és a tömegsport érdekeit is a városban. Bozsolik Róbert polgármester kiemelte, az elmúlt években jelentős forrásokat fektetett sportlétesítmények korszerűsítésébe, mert ez, ahogy az átadón is elhangzott, a jövő nemzedékét leginkább szolgáló döntés. Ez a szalagátvágás egy korszak elejét jelenti Bátaszék sport életében. De mielőtt ennek részleteiről és fontosságáról, no meg az ünnepélyességéről szólnánk, menjünk vissza az időben néhány hónapot. Még a szőlők javában a tőkéken voltak, amikor munkagépek zaja verte föl az amúgy hétközi délelőttökön csendes sportpályát. Bozsolik Róbert polgármesterrel akkor beszélgettünk a beruházás finanszírozásáról is. Ez a város mintegy 35 millió forint önerőt biztosított a saját költségvetéséből. A többi az a vállalkozók által befizetett társasági adó támogatásból kerül finanszírozásra. Reményeink szerint egy jó másfél hónap múlva már igénybe tudják venni a létesítményt a sportolók, illetve bárki, aki a labdarúgás, illetve a sportéletet szereti. Körülbelül 3 évvel ezelőtt döntöttük el azt, hogy a feltételek javítása érdekében egy műfős pálya megépítésére és működtetésére feltétlen szükség lenne. 2 évben is benyújtottunk a létesítmény megvalósításához pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mind a kettő esztendőben jóvá hagyta az MLS ezt a támogatást. A támogatás mértéke mintegy 83 millió forint, amit társasági adó befizetésekből a vállalkozóktól sikerült a Bátaszéki Sportegyesületnek a számlájára megszerezni. Így hát volt pénz és akadat, semmi sem gátolta az építőket, hogy egy korszerű pályával gazdagodjon Bátaszék sportinfrastruktúrája. Így nyitottunk el az ünnepélyes pillanathoz, melyet szurkolók, sportvezetők, egykori játékosok és a jövő reménységei is nagyon vártak. Itt a fiúkkal nosztalgiáztunk arról, hogy mi abban az időben, 50 évvel ezelőtt milyen körülmények között játszottunk, lenyűgöző ez a létesítmény, amit itt láthatunk, de egyáltalán is az egész környezet, ahova ide beilleszkedik ez a pálya, és hát irigylem a fiatalokat. Nem azt mondom, hogy jó lenne megint fiatalnak lenni és itt játszani, mert talán már nem, de félelmetes lehetőségeik vannak. Mi arról nosztalgiáztunk, hogy olyan helyen dolgoztam 6 óráig a postán, amikor már sötét volt. A zöldöző bejárati ajtaján égett egy lámpa, és a barátommal köröztünk itt ketten, futkostunk, most meg ilyen csodálatos világítással, esti mérkőzések lejátszására alkalmas. Ez fővárosi szintű. Végül is előreugrottunk az időben, most körülbelül egy olyan 50 évet. Az biztos, hogy a mostani gyerekeknek egész mások a lehetőségei, mint a miénk voltak, és nagyon örülök, hogy itt Bátaszéken ez megvalósításra került, és a képviselőtestület tagjaként én is hozzá tudtam tenni azt a kis szavazatomat, ami kellett ahhoz, hogy ezt az anyagi forrást ide befektessük ebbe az intézménybe, amit létrehoztunk. Örülök, hogy sikerült, és azt a város lakossága is örülni fog neki, hogy a gyermekeik ilyen körülmények között tudnak sportolni, és azon leszünk, hogy próbáljuk azt megmutatni és megéreztetni a lakossággal, hogy érdemes a tömegsport területén is ide lejönni. Most már nincs olyan, hogy az időjárás függvényében lehet lejönni vagy használni a sporttelepet, hanem bármikor, bármilyen időjárási körülmények között, és egyeztetve az egyesülettel bármilyen időszakban is az egész város lakosságáé ez az intézmény, amit sikerült létrehoznunk. A sportvezetők reményei szerint nem csak az utánpótlás nevelésben és a felnőtt sportban hoz majd minőségi javulást az új pálya, hanem jelentősen hozzájárul majd a tömegsport és iskolai sport kiszélesítéséhez is. Folyamatos impulzusok kellenek a szakemberektől, hiteles vezetők kellenek, és az gondolom, hogy most a labdarúgó szakosztályban egy nagyon jó, fiatalos, lendületes, rugalmas vezetés van, egy menedzser típusú vezetés van, akik nagyon jól fognak tudni élni ezzel a pályával. Itt látszik a háttérben, hogy már megindult a munka, és ugye a világítás révén és a feltételek révén tényleg azt mondhatom, hogy majd, hogy nem 0-24-ben használható ez a pálya, és örülnénk is, hogyha kihasználnák. Annak én személy szerint nagyon örülnék, ha nem csak a sportegyesület, hanem civilek is lehetőséget kapnának arra, hogy használják ezt a pályát nyilván megfelelő feltételekkel, és úgy, hogy vigyázva rá, mert ez a miénk, és azért ezt még nagyon sokáig szeretnénk használni. Ha most így visszatekintünk, hogy Bátaszéken milyen infrastruktúrális fejlesztések történtek,
nem is az utóbbi években, hanem azt mondom, hogy az utóbbi évtizedekben, akkor az egyik ilyen mérföldkő nyilván a társadalmi munkába épült bátaszéki sportcsarnok, a másik ilyen nagyon fontos mérföldkő az uszoda átadása is, és most azt gondolom, hogy ez egy ilyen 21. századi mérföldkő, hogy ezt a sportpályát átadtuk, és nagy büszkeség, hogy én ezt mint vezetőként szerepeltem benne, illetve átadhattam, illetve hogy mondjam, részt vállalhattam benne. Bátorság kell egy önkormányzatnak ahhoz, hogy megfelelően támogassa egy településen a sportot és a sportszerű fejlesztéseket, hiszen minden fillérnek lehetne találni másik helyet is, mondta a megnyitó beszédében Süli János miniszter, a Tolna megyei labdarúgó szövetség elnöke. A város életében azt gondolom, hogy minden gyarapodás, főleg a sporttal kapcsolatos, az lehet, hogy egy széket ki lehet rakni majd az orvosi rendelőből, aminek doktornő is biztos örülni fog, hogy akkor kevesebb beteg lesz, mert ha gyerekek is itt tudnak sportolni, hozzászoknak, akkor nem csak a sportról szól, hanem örök barátságokról. Erre utalt a polgármester úr is, hisz, akik ebbe a közösségbe fölnőnek, küzdenek egymással, azok egymásra is hosszú távon tudnak számítani. Ez nekem akár a saját gyerekeimnek ez a tapasztalat, hogy a sport az nem csak egészségre, hanem egy jó szellemiségre is tudja nevelni a közösséget. És ugye az is fontos, hogy az önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetbe, ugye, hogy a kormány sincs, rengeteg kritikát kapunk azért, hogy miért kell sportlétesítményeket, miért kell stadionokat építeni, azért, mert volt az 50-es években, megépültek stadionok az akkori kor színvonalán, azoknak még a maradványit akár a nagypályánál látjuk, akkor azok se voltak olcsó létesítmények, után 50 évig nem nagyon költöttünk ezekre a létesítményekre, úgy, hogy sikerült karbantartani, most pedig megérett az idő arra, hogy újra kell ezeket a létesítményeket létrehozni, és ugye mindig egy településen fontos a járda, fontos az orvosi rendelő, fontos a kultúrház, tehát mindig vita van, hogy akkor költsünk-e sportpályára, mert mindig van fontosabb hely, de azt gondolom, hogy összességében a sportra ugyanannyit kell költeni, kultúrára, iskolára, tehát egyensúlyt kell teremteni, és ebbe a jó polgármester vezette, jó testület, az meg tudja hozni azt a felelős döntést, hogy a település az minden szempontból egy fejlődő lehetőséget biztosítson a fiataloknak. Itt is van egy 50 éves létesítmény, ami akkor a kor színvonalán, hogy a magasugró gödörrel, távolugró gödör, futópályával, szegőkővel, öltözővel az elkészült, akkor azok se voltak akkori költségszinten olcsók. Most lehet kritizálni, hogy drága léte, de a drága létesítményben lehet jó feltételeket biztosítani. És ezeket az úgy kell megint megépíteni, persze, hogy most drága, hogy megint 50 évig tulajdonképpen csak egy kis karbantartás kelljen ráfordítani. Persze ezek karbantartás igényesebbek, mert a műfűvet is ugye gondolni kell. Ebből is néha össze kell gerevélni a granulátumot, kell hozzá egy kis speciális traktor, egyéb, tehát minden van ára, de az egészségnek is van ára. És hogy itt a gyerekek egészségesen tudnak fölnőni, ráadásul az öreg fiúk is ki tudnak este jönni, lámpás meccset játszani, akár este 10-kor is, akkor nekik is ez egy jó lehetőség, hogy magukat jó kondícióba tartsák. Egy kiemelkedő sportfejlesztés átadásához kiemelkedő sportolót kell biztosítani a magasabb színvonalhoz. Dunai 2 Antallal sportpályafutása és eredményei alapján a megfelelő embert sikerült a megfelelő helyre hozni. Az persze már egy másik kérdés, hogy az élmények kifogyhatatlanok, és mint egy jó társaságban minden történet egy újabb történetet hoz, aminek soha nem lesz vége. Miközben az utánpótláskorúak már a nyitó meccsre készültek, Bozsolik Robert polgármesterrel az emlékekről és a fejlesztés fontosságáról is beszélgettünk. Mikor osztályunk azért irigykedve néz, illetve irigykedve szemléli azokat a feltételeket is, itt a létesítményekre beszélek, amelyeket ma már alapvetően talán el is vár a sportszerető közönség, illetve a sportban közreműködő egy önkormányzattól is, hogy megteremtse. Hát valóban ennek a pályának a helyén igencsak tarackos körülmények között 1530 éve ott köztük mi a futballt. De
Az a lényeg, hogy haladni kell a korral, és azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak és egy sportegyesületnek is a mai kor igényéhez igazodva kell a létesítményeket is kialakítani, hiszen ma már valóban érdemi munkát akkor lehet végezni, hogy adott esetben egy ilyen műfélyes pályát tudunk biztosítani, és ezzel ki tudjuk zárni az időjárási körülményeket egy felkészülési időszakban. Jobb körülmények között tudnak a fiataljaink felkészülni. Igyekszünk a sportlétesítményhez kapcsolódó egyéb eszközöket is megfelelő módon biztosítani. Ma már ez az igény és ez az elvárás. Azt gondolom, hogy a városunk az elmúlt öt esztendőben nagyon sok mindent megtett annak érdekében, hogy adott esetben az a sportpálya, vagy az a város egyéb sportlétesítményei is fejlődjenek, megújuljanak. Ez fontos. Mint ahogy jeleztem is, a jövőbe fektetünk ezzel, hiszen a fiatalokat rá tudjuk bírni arra ezen feltételekkel, hogy többet sportoljanak, egészségesebb életmódot éljenek, és ha felnőtt korban gyakorlatilag többet tesznek majd az egészségükért, és tömegsportban vesznek majd részt, akkor gyakorlatilag az egészségük megóvásával is ezzel is hozzá tudtunk járulni. Egy város életének nagyon sok szegmense van, az egyik szegmense a sport. És egy városvezetésnek mindig meg kell találni azt az egészséges egyensúlyt, hogy adott esetben más területek ne érezzék magukat hátrányban. Úgy érzem, hogy az elmúlt öt esztendőben egy kicsit prioritást élveztek a sportlétesítmények. Ez egyrészt az avultságukból, másrészt a lehetőségekből adódóan ezt kellett tenni. Azt gondolom, hogy ezt az ütemet valószínűleg az elkövetkező időszakban nem fogjuk tudni tartani, de mindig oda fogunk figyelni arra, hogy sportlétesítményeink jó állapotban legyenek. Ezek a gyerekek már ahhoz a magasabb infrastruktúrához lesznek szokva, amely alapot szolgáltat egy jobb színvonalú, jobb minőségű labdarúgáshoz. Igaz, hiába a világítás és a műfű is, ahogy Dunai Antal fogalmazott, a tehetség a göröngyös pályán is tehetség. Az is igaz, hogy a jobb körülmények vonzóbbá teszik a gyerekek számára a sportot, és a nagyobb merítésből több jó képességű játékos kerülhet ki. Bátaszéken most minden adott erre, és ha bár viccesen fogalmaznak a B-közép nagyöregjei, hogy irány az MB2, azért a szívük mélyén komolyan reménykednek abba, hogy egyszer talán ezek a kölykök nagy meccseket is fognak vívni még néhány év múlva itt a bátaszéki pályán. Most rövid reklám következik, majd a tűzoltóság legújabb fejlesztéseiről ejtünk szót, maradjanak velünk. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a fali órát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Közel 5 millió forinttal támogatja az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a bátaszéki önkormányzati és az önkéntes tűzoltók munkáját. A pénz egy részéből az életmentő munka során nélkülözhetetlen felszerelésekkel gazdagodtak a lánglovagok. A fennmaradó összeget pedig mások mellett a feszítővágók felújítására költik. November 4-én pénteken vehette át a több millió forint értékű támogatást Bóta Gyula, a bátaszéki önkormányzati tűzoltóság parancsnoka és a bátaszéki önkéntes tűzoltó egyesület elnöke Szekszárdon. Nem volt könnyű kinyitni a gondosan becsomagolt, teljesen új tűzoltó eszközöket. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság pályázatainak köszönhetően a bátaszéki láglovagok most új eszközöket kaptak.
Az idei éves pályázatban kettő pályázatot is benyújtottunk, ami kimondottan eszközpályázat volt. Az egyiket az önkéntes tűzoltó egyesület részéről, a másikat pedig az önkormányzati tűzoltó parancsnokság részéről. Az önkéntes tűzoltó egyesület 750 ezer forint értékben kapott pályázati forrást eszközfejlesztésre. Ezt az önkéntes szerel lévő feszítővágó berendezésnek a felülvizsgálatára, illetve a 10 éves tömlőcserére fordítottuk, illetve maga az önkormányzati tűzoltóságnak a pályázatán pedig mintegy 4,1 millió forintot nyertünk, ebből 1,5 millió az önkormányzati tűzoltóság szerén lévő feszítővágó berendezés felújítására került, a többiből pedig egyéni védőfelszerelések beszerzésére került sor. Ezek az úgynevezett egyéni védőfelszerelések olyan apróságoknak tűnő eszközök, amik bizony elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tűzoltók biztonságosan tudják végezni a nem ritkán életmentő munkájukat. A pályázaton kaptunk kettő darab védősisakot, ami nagyon aktuális volt, hiszen van kettő sisak, amit le kell sejteznünk, illetve légzésvédelmi készülékeket, légzőkészülékeket sikerült három darabot szereznünk, ami azért jött jókor, mert ezeket is szépen lassan szeretnénk korszerűsíteni a tűzoltóságon, illetve ami nagyon-nagyon fontos volt, hogy a régi acélpalackjainkat, aminek azért egy jelentős súlya van, főleg egy beavatkozás során ezeket kompozit palackra, sokkal könnyebb palackokra fogjuk tudni cserélni. Az egyéni védőfelszerelések mellett, ahogy az az előbb is hangzott, a baleseteknél kulcsfontosságú feszítővágóikat is fel tudják újítatni a mostani támogatásoknak köszönhetően a bátaszéki önkormányzati tűzoltók és az önkéntes egyesület tagjai is. Magát a feszítővágó berendezést ugye műszaki mentések alkalmával szoktuk használni, abban az esetben, hogyha van egy olyan jármű, amivel van egy, mondjuk egy beszorult sérült, akkor kiválóan tudjuk alkalmazni ezt ajtónyitásokra, a kiegészítő szetteket akár pedálvágásra, vagy mondjuk egy bejárati ajtónyitásra, de főleg ott Bátaszéken inkább az a jellemző, hogy közúti baleseteknél általában a tetőlevételre, illetve ajtónyitásra szoktuk használni. Minden évben a magyar kormány támogatásával a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához pályázatot nyújthatnak be azok az önkéntes tűzoltó egyesületek, amelyek valamely hivatásos tűzoltó parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötöttek. Az idei évben is 700 millió forint állt országosan rendelkezésre az önkénteseknek a támogatására, pályázati úton történő támogatására, amelyből 600 millió forintot az országban több mint 600 önkéntes tűzoltó egyesület pályázhatott, 100 millió forint pedig jutott az önkéntes alapon szerveződő települési járási mentőszervezeteknek. Tolna megye igen jelentős mennyiségű támogatásban részesült, 17 önkéntes tűzoltó egyesület pályázott, és mintegy 16 millió forint pályázati összeget nyertek el. Ezek eszközök, új vadonatúj eszközök, oktatás, képzés, gépjárművek, technikai eszközöknek a műszaki felülvizsgálata, a személyeknek az egészségi vizsgálata, vagy éppen laktanya, szertár, felújítás vagy építésre lehetett igénybe venni. Ezen felül 5 települési mentőszervezet, mintegy 2 millió forint támogatást pályázott és nyert is el. Jó és megnyugtató hír, hogy az idén benyújtott pályázatokat egytől egyig érdemesnek találták az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál. Nagyon fontos az is, hogy ebben az esztendőben is plusz 225 millió forrás állt országosan rendelkezésre arra, hogy az országban lévő 60 önkormányzati tűzoltó parancsnokság pályázatán támogatást kaphasson. 3 Tolna megyei önkormányzati tűzoltóság van a megyében, Bátaszék, Tolna és Tamási. Mind a 3 sikeres pályázatot nyújtott be, és összesen mintegy 12 millió forint értékben nyertek el támogatást. A bátaszéki tűzoltók nem most először nyertek országos pályázatokon. Minden évben tudnak így új eszközöket beszerezni, a fejlesztéseiket pedig jól átgondolt tervek alapján kivitelezik. A koncepciónk a tavalyi évben az volt, hogy magát a tűzoltó technikát fejlesszük, az idei évben pedig az volt, hogy magát a tűzoltók védelmét szolgáló eszközparkunkat fejlesszük. Tavalyi évben tömlőket, sugárcsöveket kaptunk, illetve hát bevetési ruhát, védőcsizmát, ami nagy számban kellett most már az állománynak, de inkább azt gondolom, hogy az elsődleges az, hogy a tűzoltó technikát tudjuk fejleszteni. Bátaszék mondhatni kivételes helyzetben van, mivel város lévén önkormányzati, vagyis hivatásos és civilek alkotta, vagyis önkéntes egyesületi tűzoltóság is működik a településen, a két szervezet szakemberei pedig alaposan összehangolt munkarendszerint dolgoznak együtt.
Jelen pillanatban 8,5 főállású kollégánk van, illetve tehát főállású kollega, aki munkaszerződéssel rendelkezik. Ezen fölül pedig van, aki egyszerűsített foglalkoztatásban van, őket ugye, ők bedolgozók, akik kisegítenek bennünket, de a túlnyomó többségét ugye az önkéntesek adják. Káreset függvénye az, hogy egy vagy kétszerrel vonulunk. Kisebb káresetekhez ritkábban vonul ugye az önkéntes tűzoltó egyesület, viszont nagyobb káresetnél van úgy, hogy 8-10 is kint vagyunk egy káresemény felszámolásánál. A Tolna megyében működő önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak munkája elengedhetetlen ahhoz, hogy az országnak ez a része egész évben biztonságos legyen, ezt mondja a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetője. Elképzelhetetlen Tolna megyének a tűzvédelme, Tolna megyének a rendvédelme az önök áhítatos munkája nélkül. Számos olyan rendezvény van, amely nem csak a tűzvédelemmel és a műszaki mentésekkel kapcsolatos, hanem hozzáadott értékként jelentkezik a települések életében. Nagyon sok programot szerveznek önök a saját településükön, amelyekre partnerként gondolunk, és amelyekben partnerként közreműködünk. Ezen eszközöknek a gyarapítása, azon ismereteknek a fejlesztése, amely alkalmassá teszi önöket arra, hogy a településen lakóknak az életének a megóvását, az anyagi javaik védelmét szolgálják, az nagyon-nagyon fontos a hivatásos katasztrófavédelmi szervek a tűzoltóságok életében. A három hivatásos tűzoltóparancsnokságunk mellett három önkormányzati tűzoltóparancsnokság, egy főfoglalkozású létesítmény tűzoltóparancsnokság, a Paksi Atomerőmű Tűzoltóság áll rendelkezésre, valamint 25 együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes egyesület. Tehát 109 településnek majdnem a negyed részében van olyan önkéntes szerveződés, amelyek hozzáadott értékként a település biztonságát, a lakosságnak a védelmét hivatottak ellátni. Tehát ez csak komplex egészén kezelhető. És hogy mi hajtja a tűzoltókat akkor, amikor olyan helyekre mennek be, ahonnan mások menekülnek? Én azt gondolom, hogy van bennünk egy, nevezük úgy egy jó értelembe vett egoizmus, hogy általában ezekről a helyekről nagyságrendileg azt lehet elmondani, hogy mindenki menekül onnan, elfutunk, mi pedig szeretjük ezt első vonalból látni. Az ember egyébként valamilyen szinten ilyen szempontból gyarló, tehát szereti ezeket a katasztrófa helyzeteket látni. Annyi különbség, hogy mi nem csak szeretünk ott állni, hanem szeretünk beavatkozni, illetve az embereken segíteni. A bátaszéki tűzoltók tehát idén közel 5 millió forintnyi támogatást kaptak az országos főigazgatóságtól. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!